A piros csoportban újonc, de nagyszerűen szereplő BKG Prima Ese otthonában nehéz mérkőzésre számítottak a vendégek, és az előzetes várakozás be is igazolódott. Az első negyedet 2 ponttal nyerték a cápák, a második 10 percben pedig újabb 5 pontot tett hozzá előnyéhez a nyíregyházi gárda. A folytatásban 10 pont fölé is kúszott a különbség, és egészen a negyedik negyed végéig győzelemre állt a Blue Sharks. A végjátékban azonban több hibát is elkövettek a vendégek, és a szigetszentmiklósiak ezt kihasználva maguk javára fordították a találkozót. Nagyon nehéz bármit mondani, alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy még nem is nagyon értem, hogy hogyan történt, meg kell nézni azt az utolsó 5 percet körülbelül, de alapvetően amikor vezettünk, akkor is volt bizonyos fegyelmezetlenség, és nem azt játszott a csapat minden esetben, amit szerettünk volna, de nem lett volna szabad kikapnunk, megnyert mérkőzést veszítettünk el. A forduló további eredményei a következők: Nagykőrös Mavc 61-91, Bonyhád Békés 82-77, Veszprém Budafok 90-82, Miskolc Vasas 76-82, NTK Török Bálint PVSK 66-58 és Oroszlány Budapesti Honvéd 86-69. A tabella élén a Veszprém áll hibátlan teljesítménnyel, megelőzve a 10-1-es mutatóval rendelkező Mavcot. A 6 győzelemmel és 4 vereséggel 6. Nyíregyháza Blue Sharks szerdán a Békést, vasárnap pedig a Mavcot fogadja. Nem könnyű fölállni semmi esetre sem, de ha bármit is akarunk, a 2 hazai mérkőzést nem kérdés, hogy meg kell nyernünk, és úgy gondolom, hogy mindenki érzi ennek a súlyát, úgyhogy össze kell szedni magát a csapatnak. A problémát nehezíti, vagy a mérkőzéseket nehezíti az, hogy ma a játékosok nagy részének egyetemi mérkőzése is van, ami úgy gondolom, hogy eléggé feszített menetrend. A vasárnap, hétfő, szerda vasárnapban nem lehet megfelelőképpen, megfelelő színvonalon kosárlabdázni. A Nyíregyháza Blue Sharks Békés találkozó szerdán 17 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig csütörtökön 20 óra 25-től láthatják a mérkőzést.